A rendezvény célja az volt, hogy a gyermekek figyelmét felhívják arra, hogy vigyázni kell a növényekre, gondoskodni kell róluk, ezzel felelősségre is nevelik őket. Emellett az eseménynek csapatépítő jellege is van, hiszen a fiatalok, óvónők, illetve a szülők egy kellemes délután tölthetnek együtt. A virágültetés ötlete tulajdonképpen körülbelül 3 évvel ezelőtt fogant meg a nevelőtestület fejébe egy óvodaszépítés címszó alatt, hogy a szülőkkel és a gyerekekkel közösen, hogy ne az óvónénik csak a gyerekekkel ültessenek virágot, hanem a szülőket is beszerettük vonni az óvodának a szépítésébe, és akkor jött ez az ötlet, hogy akkor megkérdetjük, hogy a szülők, gyerekek hozzanak virágot, és akkor ki mit hoz, milyen virágot, azt ültesse el, és akkor szépen ezzel feldíszítjük az óvodát. Az összes óvodai csoport részt vett a megmozdulásban, és a kicsik közösen ültettek virágokat az óvónőkkel, illetve saját szüleikkel. A szülők dolga volt a virágláda, virágföld, illetve a virágok beszerzése, ők így járultak hozzá az intézmény szebbétételéhez. A gyerekeket is beszoktuk vonni a további gondozásba, elszáradt levereket, virágokat együtt gyűjtjük kisfödörbe, kislocsolóink is vannak, azzal is leszoktuk venni nekik, és akkor ügyesen meg szokták öntözni, locsolni. Tehát együtt történik a további ápolás is. A gyerekek nagy lelkesedéssel ültették, locsolták a növényeket, melyeket az elkövetkezendő időkben is ők gondoznak majd, természetesen az óvónők segítségével.